Miért pörögnek fel a gyerekek, és ha már felpörögtek, akkor miért annyira nehéz leállítani őket? Sok helyről lehet hallani azt, hogy nem elég fejlett az idegrendszere, vagy hogy nagyon sok inger éri, és ezzel nem tud mit kezdeni, nem tudja feldolgozni. Igen ám, az ingernek valóban van hozzá köze, de kettő fontos tényező befolyásolja ezt. Az egyik tényező, hogyha nincsenek lezárva a cselekvések. És ez nem csak arra igaz, amikor a gyerek az egyik játékból a másikba fog, és nem zárja le mondjuk azzal az előzőt, hogy elpakol maga után. Ez arra is igaz, amikor a gyerek mondjuk benne van egy rajzolásban, nagyon szeretne valakit meglepni azzal a rajzzal, de mondjuk éppen készen lett a vacsora, és nyomás azonnal kezet mosni és vacsorázni. Ha alapszabály az a családban, hogy le kell zárni a cselekvéseket, akkor ez mindenkire igaz legyen. A másik tényező, hogyha nincs is megértése arról, hogy mi miért történik, vagy mi az, ami történik. Gondolj bele abba, hogy tanulsz valamit, és nem érted. What? Még egyszer nekifutsz, és a második sornál elveszíted a fonalat. Alapjáraton dühösek tudunk lenni akkor, hogyha azt érezzük, hogy valamit nem értünk, vagy nem tudunk megcsinálni. Főleg, hogyha ez egy olyan cselekedet, hogy mondjuk mindenáron el kell menni a postára, mert el kell intézni valamit, meg be kell fizetni a számlát, és lehet, hogy te megmutatod azt a számlát, lehet, hogy elmondod, hogy most mennünk kell, mert elkésünk, és be fog zárni a posta, és mondjuk sürgeted az öltözésben, de ő nem érti, hogy mi az, hogy számla. És mivel nem érti, hogy mi az, hogy számla, ezért nem is tud a céljává válni, hogy együttműködjön veled abban, hogy befizessétek a számlát, és elcsúszik az egész folyamat. A gyerekek szeretik a szabadságot, mint ahogy minden emberi lény, ez teljesen normális, és meg is kell hagyni számukra. Ez pedig miért fontos ennél a témánál? Ha fel van pörögve egy gyerek, akkor semmiképp ne azzal próbálkozz, hogy lefogod, megfogod, ott tartod, hogy most már nyugodjon le. Viszont ha törekedsz arra, hogy teljes megértése legyen a gyereknek a szavakban, a cselekvésekben, bármiben, amit tesztek, és egyébként ezek a cselekvések el vannak kezdve és le vannak zárva, akkor biztos lehetsz abban, hogy sokkal kevesebb alkalommal lesz önkívületi állapotban, vagy felpörögve. És miért összegezve ezt az egészet? Azért, mert stabilitást fog érezni a tudással, a megértéssel, és a dolgok helyes sorrendjével. És ha úgy érzed, hogy ezzel a videóval te is stabilitást érzel, akkor mentsd el magadnak későbbre, hogy segítség legyen akkor is, és kövess engem további ésszerű gyereknevelési tartalmakért.